Tisztelt államtitkár, hogy olyan kérdéssel fordulok önhöz, ami általános jellegű probléma a rendőrségnél. De pontosan azért, hogy ne vádolhasson azzal, hogy én ezt kitalálom, vagy a saját kútfönbe származik, föl fogok olvasni egy levelet, amit egy érintett küldött nekem ebben az ügyben. Leszeret rendőrként kérném segítségét és tájékoztatását, hogy a belügyminiszter úr miért nem támogatja a volt rendőrök visszaszerelését, mikor a rendőrség óriási létszám hiánnyal küzd. Mint tudjuk, a médiában megjelenő 92,5%-os feltöltöttség nem valós, ebben a riaszos állomány is szerepel, akik idézőjelben rendőri munkát nem végeznek, a hivatásos állomány feltöltöttsége valószínűleg 80%-ot sem éri el. Tudomásomra jutott, hogy XY megyében kb. 20 fő vár visszaszerelésre, de hivatalos tájékoztatást nem kaptunk, az elutasításról csak szóban tájékoztattak, hogy a belügyminiszter nem támogatja a visszaszerelést. Én tavaly ősszel minden alkalmassági vizsgálaton megfeleltem, ígéretet kaptam, hogy október 1-jel visszavesznek, emiatt szeptember 28-án felmondtam az előző munkahelyemen, azóta álláskereső vagyok, 25 évig voltam rendőrségi állományban, ebből 10 évig hivatásos. Azért fordultam önhöz, mint a Honvédelmi és Nemzeti Bizottság alelnökéhez. Lehetséges-e az okot megtudni, hogy a belügyminiszter miért nem támogatja a visszaszerelést, miért van ellene a volt kollégáinak? Eddig a levél, azt gondolom a dolog teljesen világos, többször a sajtó is foglalkozott már vele. Én nem botrányt szeretnék államtitkár, hanem megoldást. Egyrészt a rendőrség állományára is ráfér, hogy újabb kollégák szereljenek vissza, tapasztalt kollégák. Pontosan tudjuk, hogy a létszámhelyzet valójában, amikor a tényleges rendőri végrehajtó állományról beszélünk, akkor milyen. Másrészt pedig államtitkár úr, semmilyen jogszabályi helye annak nincsen. Jelen pillanatban se törvény, se rendelet, hogy ezeket az embereket egy azzal a válaszsal küldjék el, hogy a belügyminiszter úr azt üzente, hogy nem veszik őket vissza. Várom válaszát. Köszönöm szépen, Harangozó Tamás képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár miniszterhelyettes úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy minél több rendőr teljesítsen szolgálatot. Látható őket az utcákon is, és nyilván minden más részén is a rendőrségnek, ahol elő tudják mozdítani a bűncselekmények megelőzését és a közbiztonságnak a megőrzését. Nem is volt hiába való ez a munka, hiszen hogyha megnézzük, hogy 2010-ben mennyien dolgoztak a rendőrségnél hivatásos állományú dolgozóként, ott egy bő 33 ezres számot láthatunk, most pedig a 36 ezret is meghaladja a rendőrségnél dolgozó hivatásos állományoknak a száma. Ez több mint 2700 fős, tehát közel 3000 fős bővülést jelent az elmúlt években. Ez annak is nyilván köszönhető, hogy a rendőrség költségvetése is jelentős mértékben megnőtt, 449 milliárd forintról 1309 milliárd forintra nőtt a rendőrségnek a költségvetése. Ez segített a béremelésekben is, ugye idén január 1-től is nőtt, korábban tavaly júliustól is nőtt a rendőröknek a fizetése. A többletfizetések is benne vannak ebben, illetőleg a többletlétszámok is. Két perc, bocsánat. Fél időnél a jelzést, köszönöm szépen. Úgyhogy képviselő, akit a törvények lehetővé tettek, hogy fel lehet venni a rendőrség állományába, és önmaga is jelentkezett, arra törekedtünk, hogy minél többen bekerüljenek. Több rendőrös is van ma, mint volt 2010-ben. A rendőrösök száma is nőtt, a rendőrök száma is nőtt, és mindemellett természetesen a rendőrség költségvetése is nőtt. Itt azt mondhatjuk, hogy közel háromszorosára nőtt a rendőrségnek költségvetése. Aki tehát a törvények szabta keretek között fölvehető, azok felvételre kerültek az elmúlt években. Minden felvételi eljárást a jogszabályok nagyon részletesen rögzítenek, törvények is, kormányrendeletek is, miniszteri utasítások vagy rendeletek is, úgyhogy minden esetben a rendőrség ezek szerint jár el. Akinél fennállnak a feltételek, az természetesen felveszi a rendőrség, akinél pedig nem állnak fenn a feltételek, azokat nem veszi fel a rendőrség. Szerintem mind a kettő irányában érdekünk van, hogy csak azok kerüljenek be, akik a törvényi feltételeknek megfelelnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont válasz illeti meg Harangozó képviselőt. Köszönöm a szót, elnök úr, államtitkár úr. Én nem hiszem el, hogy ön nem tudja, hogy miről beszélünk. Én nem hiszem el, hogy ön nem tudja azt, ha a Honvédelmi Bizottság alelnöke tudja, hogy a belügyminisztérium miniszterhelyettese nem tudja, hogy az egész országban szóbeli válaszokkal utasítják el a visszaszerelni jelentkező kollégákat azzal, hogy a miniszter nem kívánja a visszaszereléseket támogatni. Ez nem törvény, ez nem rendelet,
Hát hogyan lehet így működni egy fegyveres rendvédelmi szervnek, meg hogyan tartatják be így a törvényeket, hogyha ez a módszer megy? Engem az érdekelt volna, mert pontosan tudja, hogy így van, hogy miért van így, és hogy látnak-e bármi esélyt arra jelen pillanatban, vagy a közeljövőben, hogy ezt megváltoztassák. Mert mondhatja nekem a szép számokat államtitkár úr, de pontosan tudjuk, hogy ebben többek között például az a határvadász létszám is benne van, aminek a felét se sikerült feltölteni, mégis nyilván a régebbi létszámhoz képest ez jó mutat és több. De az is tény, hogy nem kínai rendőröket kell járőrpárba behelyezni Magyarországon a közterületekre, hanem a egyébként szolgált és hozzáértő kollégákat visszavenni. A válaszából, bocsánat, egy mondat, én arra jutottam, hogy ezek szerint ön felhívja ezeket az érintetteket, hogy tegyenek feljelentést, hogyha őket elutasítják úgy, hogy ennek nincs sok szabályi háttere. Kérem, erősítsenek, hogy erre buzdítják el volt kollégáikat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hétvári Bence államtitkárt is megilleti a viszontválasz. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Leghatározottabban visszautasítom azt, hogy ön azt mondja, hogy bármi is nem törvényesen történ a rendőrségnél a felvételekkel. Képviselő 3000 cáfolatát mondtam meg az ön állításának, hiszen közel 3000 kollega van, aki újdonsültként szerelt fel a rendőrséghez, tehát 3000 ember esetében ez megtörtént, ahol a törvényes feltételei fennállnak. De ahol nem állnak fenn a törvényes feltételei, ott azokban az esetekben nem történik meg az illetőknek a felvételi. Teljesen világosak és egyszerűek a törvények, hogy mikor áll fenn a feltétel, hogy valaki rendőr legyen, és mikor nem. Ennek kell egy bizonyos határt szabni nyilvánvalóan a közbiztonság érdekében. A határvadászok kapcsán pedig egy további 2000 fő, most már több mint 2000 szerződést kötöttek a határvadászok felvételére, akik a déli határnak a biztonságát szavatolják. Ott is volt, akit felvettek, és volt, akit nem vettek föl. Mint ez a rendvédelmi, mindig így kell, hogy legyen. Nem hiszem, hogy bármelyikünk örülne, hogyha bárkit felvennének, bármilyen indokkal. Ha vannak törvényi kizárókok, vagy a törvény nem engedi meg, hogy valamilyen szemét felvegyenek, akkor a törvényeket be kell tartani, és az ő jelentkezésüket a rendőrségre, akármilyen előéleti vagy más jogi okból, akkor vissza kell utasítani. Akiket pedig fel lehet venni, az elmúlt években is felvettük, sőt, toborozzuk, biztosan fogunk találkozni a rendőrnapon, közösen többször is jártunk ott is láthatja majd a toborzási tevékenységet. Köszönöm szépen.